Régi és még annál is régebbi dolgozóit látta vendégül a Sanat Metal vezetősége. Az EGRI székhelyű vállalatnál már hagyomány, hogy két évente közös ebédre, üzemlátogatásra hívják az egykori, azóta már nyugdíjba vonult kollégákat. Két évente találkozunk a nyugdíjasainkkal. Nagyon fontos, úgy gondolom, a Sanat Metal életében mindig történik valami. Két év már elég hosszú idő ahhoz, hogy a nyugdíjasainkkal szót váltsunk, mi történt az elmúlt két évben, milyen beruházásaink vannak, milyen napi célkitűzéseink, éves célkitűzéseink vannak. Ez történik most is. A telephelyen is fejlődtünk, azért volt néhány beruházásunk, még hogy ilyen pályázat szűke időszakban is voltunk. Megújultunk a telephelyben, akár hagyd mondjam, csak egyszerűen zöldesítettünk, parkosítottunk. Ez egy fontos jelzője annak, hogy a cég hol tart. De nyilván számot adunk arról is, hogy a külpiacokon milyen irányba nyitottunk. Számot adunk arról, hogy milyen gyártó közös vállalkozásainkat kezdjük meg, talán az év végén, vagy jövő év elején akár Mexikóba, vagy az arab országokba, vagy akár Oroszország irányában is. Az összejövetelt a cégnél történt fejlesztések bemutatásával kezdte az ügyvezető igazgató, majd kötetlenebb hangulatban folytatódott a nap. Én a pénzügyi osztályon dolgoztam. Tulajdonképpen az összes munkaviszonyom ennél az egy cégnél volt, illetve a jogelő cégjeinél. A munkakönyvben azért volt beírás, mert változott a cég neve, változott az igazgató, azért van benne négy sor. Egyébként a 38 évet én mindig ennél a cégnél töltöttem. Azóta is vissza szoktam járni, nem csak a nyugdíjas találkozón, amikor régiekkel találkozok, és mert ugye Eger azért már nagyváros, és nem mindig futunk össze, vagy ha összefutunk is, éppen szaladóba vagyunk mind a ketten unokákhoz, dédunokákhoz. Nagyon jó a régiekkel találkozni, megkérdezni, hogy hány unoka, hány dédunoka, hogy vagytok, milyen betegség van, milyen egészség van. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a két éves találkozóknak. Én 68 óta dolgozom itt, és 2010-ben mentem nyugdíjba, és hát én rengeteget itt voltam, úgyhogy a elődjénél, a finamechanikai vállalatnál, úgyhogy ledolgoztam én a időmjavát, úgyhogy ezt tudom mondani, úgyhogy. És azóta mink 3 éven vagyunk itten nyugdíjas találkozón, és akkor örülünk egymásnak, és elbeszélgetünk, és a régi emlékek följönnek, és örülünk egymásnak, hogy vagyunk, és egészségesek vagyunk. A cég elődvállalataként működő Finom Mechanikai Vállalat egyébként már 1967 óta létezett Egerben, a legtöbben még ebben a korszakban dolgoztak itt.